Jött a tavasz, megérkezett a várva várt jó idő, jó napot kívánok, köszöntöm a Zöld Mátra nézőit, remélem nem viszel a márciusi szél. Februári adásunkban kicsit idillibb környezetet ígértünk önöknek, így megpróbáljuk állni a szavunkat. A Mátra magasabb részein ugyan még nagy hó van, így első kirándulásunkat a Sárhegyre terveztük, ahol egy több évvel ezelőtt létesített tanösvény nyomvonalát követjük végig. Erdei épületeket is bemutatunk önöknek, rámutatva azok jelenlegi állapotára. Tartsanak velünk! Induljunk első tavaszi túránkra. Közel 5 kilométer és több helyen kifejezetten nehéz terep vár ránk. Az erős szél és a technika cipelése csak ront a dolgon. Kedvünket azonban semmi sem szegheti. Elvégre tavasz van. A tanösvény nyitó tábláját Mátrafüreden találjuk, az Erdészeti Szakközépiskola sportpályája mellett. Ideális kiindulási pont ez, bármilyen közlekedési eszközzel érkezik is az ember. Minden részrehajlás nélkül mi a kis vonatot javasoljuk. Az első tábla egy olyan társulást mutat be, amely egyáltalán nem mentes az emberi jelenléttől. Ez a bolygatott gyepterület. A tábla állapota hűen tükrözi környezete természetességét. Sajnos felelőtlen emberek ebbe is belerondítottak. Nehezen, de azért kivehetők az ábrákból azok a többségében közönségesnek mondható fajok, amelyek elviselik a civilizáció meghatározó jelenlétét. Egy jobb folytatás reményében haladunk tovább, és nem is csalódunk. Már az iskola épülete fölött rátérünk az egykori kisvasút nyomvonalára, amely Mátrafüredet a Pipishegyi üzemmel kötötte össze. Ezen a nyílegyenes úton már erdőben érjük el a második táblát. Fenyőelegyes tölgyesben vagyunk. Ez a keverék erdő átmenetet jelez a természetes felé. A főleg fekete fenyőkből álló tűlevelű fák ugyanis emberi segítséggel telepedtek itt meg. A szórt elegyben lévő fenyő nem káros a társulásra, annál is inkább, mert egyre jobban a természetes fajok veszik át a meghatározó szerepet. A jellemző fajok itt már épp tábláról néznek le ránk. A grafikákról a növények és az állatok is jól felismerhetők. A harmadik tábla cseres tölgyest mutat be. Ez már egy természetes növénytársulása a hegynek. Uralkodó fafajai a kocsánytalan tölgy és a cser, melyeket sok elegyfa és cserje is kiegészít. Mivel a fák koronája sok fényt átereszt, a lágyszárú szint is gazdag. Tavasszal szinte folyamatosan nyílnak itt a virágok, kezdve a tavaszi lednekkel, folytatva a salamonpecséttel, gyöngyvirággal és sok más fajjal. Állatvilága hasonlóan gazdag, a lepkehernyóktól egészen az emlősökig. Idén a rovarok jelenlétének meghatározó bizonyítékai a gyapjas pillepete csomók. A következő tábla ismét emberi behatással érintett területet mutat be. Kiértünk a Pipishegyi repülőtérre. Régen kiirtották itt a cseres tölgyes erdőt, és az intenzív területhasználat miatt gyeptársulás telepedett meg. Ez a rendszeresen kaszált és taposott rét azonban koránt sem értéktelen. Bár többségében a gyöktőről, tőlevélrózsáról könnyen regenerálódó közönséges fajok vannak túlsúlyban, mellettük védett növényt is találunk. Ilyen a nem túl nagyra növő agárkosbor, az orchideák félék képviselője. A madarak közül a mezei pacsirta pedig igazi alföldi hangulatot varázsol egy csodálatos fekvésű mátrai fennsíkra. Ötödik állomásunk a melegkedvelő tölgyes. A Pipishegy lapos gerincén több helyen olyanok a termőhelyi adottságok, hogy összefüggő fás társulás már nem tud kialakulni. Ez a tisztásokkal, cserjés területekkel gazdagon díszített növényegyüttes számtalan faj otthona. A kocsánytalan tölgy és a cser mellett itt már molyhos tölgyet is találunk, amely jobban elviseli a szárazságot és a sekély talajt. Jellemző növényfaj még a mezei juhar és a tüskés cserjék. Sok madár és hüllő táplálkozik az itt tanyázó gazdag rovarvilágból. A tanösvény és persze a Sárhegy legkülönösebb része a Szent Anna tó. Ez a hatodik megállónk. Abszolút nem tipikus formáció ez a hegységben, kialakulása rejtélyes. Épp úgy lehet beszakadt vulkáni üreg, mint eróziós gödör, vagy más.
Az viszont biztos, hogy csak felületi összefolyó vizek táplálják, állandó vízutánpótlása nincs. Napjainkban a tó öregedése erősen felgyorsult, melyet a tábla hűen tükröz, mocsári társulást mutat. A 60-as években még meghatározó, nyílt vízfelületet mára összefüggő nádas váltotta fel. Ez folyamatosan csökkenti az előforduló fajok számát. Bár késleltethető a folyamat, maga a tó előregedése nem fordítható vissza. A télvégi olvadékvizek azonban még hosszú ideig ideális szaporodó helyet biztosítanak itt a számtalan kétéltű számára. A Sárhegy kúpjának meghódítása közben érjük el a hetedik megállónkat. Itt is másodlagos társulást találunk. A korábbi erdőirtás után huzamosabb ideig legeltették a területet. Több évtizede ennek is. Azóta újra a természet az úr. Jelenleg a cserjés a meghatározó. Eklatáns képviselői a tövises fajok, galagonya, gyepirózsa, kökény, de sok fagyalt is találunk. Szép lassan a fák is visszatérnek. Első képviselőik a vadkörték, a molyhos tölgyek és a mezei juharok. A rovarevő madárvilág kedvelt élőhelye ez. Poszáták, sármányok, tövisszúró gébicsek, dalától hangos itt a levegő. Ezután egy nehéz szakasz vár ránk, melynek leküzdése után a csúcson érjük el a 8. állomást. Itt két dolog is utal az emberi jelenlétre. Egyrészt a hatalmas adótornyok, nehéz őket nem észrevenni, másrészt a megrongált tábla. A szöveg még olvasható. Ez alapján megtudhatjuk, hogyan alakult ki a Mátra, és azon belül a Sárhegy. Amíg kipihenjük az eddigi megpróbáltatásokat, ismerkedjünk meg a 12 állomásból álló tanösvény történetével. A túraútvonal Molnár Tamás gimnáziumi tanár kezdeményezésére valósult meg 1997-ben. Az volt az apropója, hogy itt Gyöngyösön, szinte a városban, egy kicsi területen, egy hallatlan, fajgazdag és társulásgazdag élőhely van, amit már hogy 30 éve országosan is védetté nyilvánítottak, és ezeknek az értékeknek a bemutatására jött létre a tanösvény. A Cseppjetető felé haladva már kellemesebb szakasz vár ránk, bár a nyílt terület miatt tomboló tavaszi széllel kell megküzdenünk. A puszta füves sztyepp a következő megállónk. Ez a zárt gyep rendkívül értékes elegye az egykori alföldi és a hegyvidéken még ma is megtalálható gyeptársulásoknak. A Sárhegy egyik ökológiai értékét ez a keveredés adja meg. Olyan fajok jelzik ezt, mint az imola, a tarkanőszirom, a piros kígyószisz és az ezüst moha. A Sárhegy a Mátrának egy délfelé előreugró kis előhegye. Ebből következően az alföldről is érik hatások, időjárási hatások is, és a növényzetnek és az állatnak is a nyomai megtalálhatók rajta, és keverednek benne a hegyvidéki elemek is, növények is és állatok is. Ez a kettőség együtt, valamint a felszínnek a nagyon változatos formái adnak egy olyan gazdag élőhelyet, amelyen gazdag élővilág is ki tudott alakulni. Nem is az a legnagyobb érték, hogy egy vagy két különlegesség él itt, hanem az előbb említett fajgazdagság. 50-nél több védett növény él ezen a kicsi területen, és 100-nál is több védett állat. Egyik növény sem fokozottan védett, de egy ilyen kis területen ekkora védett fajszám, ez valóban kuriózum, és ez maga, ami védelemre érdemes, mint terület is, valamint az, hogy társulásokban is nagyon gazdag, élő együttesekben is gazdag a terület. Meredekebb déli oldalán folytatjuk utunkat, itt találjuk a 10. táblát. Ezen a részen már olyannyira szegényes a talaj, hogy több helyen nincs is. Elérkeztünk a nyílt sziklagyepek világába. Rendkívül sérülékeny társulások ezek, legveszedelmesebb ellenfeleik az erózió és a tűz. A jelentős vízhiányt és hőhatást csak olyan fajok viselik el, mint a koratavasszal nyíló fürtös gyöngyike és a bablevelű varjúháj.
12 állomásból áll a tanúsvény, de ezeknek csak egy része az, amelyik természetközeli állapotokat mutat. Vannak olyanok, amelyek éppen azokat mutatják be, hogy az ember hogyan alakította át és hogyan módosította a környezetét. Egyébként még a természetközeli élőhelyek sem ős eredetiek itt a Sárhegyen, hiszen valaha szinte a csúcsokig szőlőt termeltek, és a másodlagosan kialakult életközösségek, leginkább a sztyeptársulások, azok, amelyek most mint egy élő múzeumként képviselnek értéket, mert ide tudtak húzódni, és itt tudnak most élethelyet találni azok az élőlények, amelyek valaha itt a hegyeknek a lábánál és az Alföldön élhettek, de ott most már mindenhol gazdálkodnak, tehát ezért mondom, hogy megőrizte a hegy, mint egy múzeum ezeket az élőlényeket. A Sziklagyeptől nem messze felhagyott szőlőparcellákhoz érkezünk. A tábla részletesen beszámol arról, hogy a régi művelt növénykultúra hogyan alakult át a jelenlegi formájába. Ne gondolják, hogy itt nem találunk ritkaságot. Az árvalányhaj kedvelt élőhelye ez. Az utolsó tábla egyetlen fajra összpontosít, amely a löszös erdősztyep jellemző növénye, ez a törpe mandula. Szomorú tény, hogy az Alföld lösztársulásai szinte teljes egészében megsemmisültek az intenzív mezőgazdasági tevékenység által. Ennek a fajnak is mencsvára a Sárhegy. Utunk itt véget ért, már ami a hivatalos részt illeti. A hegyről történő lekecmergésünk még jelentős időt vesz igénybe, de az már nyilván nem érdekli a kedves nézőket. Erdő- és vadgazdálkodás céljára szolgáló épületet a Mátra számos pontján találhatunk. Ezeket funkciójuknak megfelelő méretben és formában alakították ki, többségében több évtizeddel ezelőtt. Nagyobbik részük már a II. Világháború idején is állt. Egy olyan kort idéznek, amikor az ember még sokkal bensőségesebb kapcsolatban élt az erdővel. Rövid filmünk során néhányat bemutatunk. Sárhegyi kirándulásunk során néztük meg a Szálasi Erdészházat. Ez a jól karbantartott épület a pipisi üzemek közelében van. Ennek köszönhetően komforttal ellátott az ingatlan. 1994-ig kerületvezető erdész lakta, a sárhegyi erdőprivatizációk miatt azonban lecsökkent az állami erdőterület, a gazda elköltözött és a ház üressé vált. Csak pár évig volt gazdátlan, jelenlegi állapota tükrözi, hogy bérlője jó karban tartja. A ház előtti díszes erdőfohász is ezt a szemléletet mutatja. Egészen más a helyzet a Peresi Erdészháznál. Mátrafüred közelében, a Szárazkeszővölgy végében vagyunk. Itt 33 éve nincs állandó lakó, akkor költözött el innen az erdész. A terméskőből felhúzott falak az egyik sarkon már megrodgyantak, az ajtót betörték. A komfort hiánya miatt a háznak nincs nagy vonzereje, pedig a környezete csodálatos. Harmonikusan illeszkedik a Mátra rengetegébe. A már lassan összeomló melléképület és a szérűs kert mutatja, hogy gazdálkodó szakemberek laktak itt. Ellátták az erdészre váró feladatokat, és háztáji munkákkal is foglalatoskodtak, elsősorban állatot tenyésztettek. Kulcsfontosságú kérdés volt a víz. A ház melletti völgy vízfolyása ugyanis időszakos, a nyári melegben mindig kiszárad. Ezért nem kis munkával jó kilométeres csatornát alakítottak ki a szomszédos vizeskesző völgyig, ahonnan folyamatosan érkezett az élet fenntartásához nélkülözhetetlen anyag. Ez a mesterséges meder már a jó részt megsemmisült, csak a nyomai maradtak fenn. Hasonló vadregényes környezetben áll a Szalajkaház. Az előbbivel szemben az előnye, hogy minden településtől távol van. Gyöngyösaj mosközigazgatási területén az egykori érsekségi erdőbirtok súlypontjában találjuk. Lankás hegyoldalra a bővízű szénpatak partján építették fel a két épületet. Hogy mikor? Legalább 100 éve. Az 1929-es kiadású Mátrauti kalauz ugyanis ezt írja. A hegyek és erdők között 484 méter magasságban van két kis erdei lak vagy házikó,
egymás mellett némi melléképülettel. A múlt században az elégetett fának hamujából itt készítették a hamuzsírt. Most erdőkerülők laknak benne, turistáknak és más erre tévedt utasoknak jó menedékül szolgál, sőt nyaralók is szoktak itt lakni. Idáig tart az idézet, ez pedig már a jelen. Az erdei házaink túlnyomó többségében világháború előttiek. A korábbi erdőtulajdonosok örökítették ránk ezeket az épületeket. Ugye azt kell tudni, hogy akkoriban teljesen más volt az életmód, az erdőhöz való kötődés sokkal erősebb volt, és azok, akik erdőn dolgoztak, azoknak szükségük volt ilyen objektumokra, hiszen nem mentek nap mint nap haza le a falvakba, hanem sokszor itt, hetekig itt kinn éltek, és szükség volt ezekre az épületekre. Ahol most állunk, ez a Szalajka ház. A Szalajka elnevezés egyébként tótul hamuzsírt jelent, ez utal arra az erdei foglalatosságra, ugye több évszázados, hiszen az üvegkészítésnek valamikor régen az alapja ugye a hamuzsír főzés volt. Minden bizonnyal ezen a területen hamuzsírt is főztek, tehát ennek az objektumnak az elődei nyilván valami ilyesmi célt szolgálhattak. Aztán a világháború előtti időkről vannak az első információink. Az 1929-es turista kalauzban már szerepel mind a két épület, persze nem ilyen formában, de nyilvánvalóan akkori egri érsekségi birtoknak ez földrajzilag majdnem a középpontjában van, tehát nyilvánvalóan ez egy fontos objektum volt a magánerdőben. Az épületek állapota különböző. Mitől függ, hogy valamelyik az enyészeté, valamelyik pedig nagyon szépen felújított formában várja a vendégeket ma is? Hát ez tulajdonképpen mindig attól függ, hogy az idegen tőkét mennyire és hogyan tudjuk bevonni ezeknek a épületeknek a felújításába. Azt kell tudni, hogy jelenleg az erdőgazdálkodás az tulajdonképpen úgy annyit finanszíroz, hogy a hagyományos erdészeti munkákat tudjuk elvégezni. Ezeket a funkciójukat vesztett ingatlanokat már nincs miből felújítanunk, hiszen a tulajdonos olyan kereteket szab meg a gazdálkodónak, hogy erre már nem nagyon telik. Úgyhogy elsősorban ezek úgy kerülnek felújításra, hogyha van egy megbízható partner, aki vállalja ennek a felújítását, és cserébe ugye legalább egy 10 éves bérleti jogot szerez ezekre az ingatlanokra. Tehát hogyha valaki lát ebbe fantáziát, és hangsúlyozom, hogy megbízható, tehát leinformálható az a partner, akkor ez a két dolog szerencsésen találkozik, és akkor ez az ingatlan, vagy akár egy másik felújításra kerül. Ez a tavaly őszén kezdődött ennek az ingatlannak a felújítása, és hát még jelenleg is tart, most már a külső homlokzat úgy nagyjából rendben van, de a belső munkák, illetve a külső tereprendezés még hátra van, úgyhogy bízunk abban, hogy itt egy nagyon szép objektum marad meg, ami már ugye jó 100 éve itt van, és hát bízunk abban, hogy még hosszú évtizedekig itt rendben lesz ez a dolog. Mit jelent a megbízható partner? Ugye az a helyzet, hogy valakit beengedünk egy erdőtömnek a közepébe, azt jelenti, hogy az az ember ott olyan tevékenységeket folytat, ami az erdőgazdálkodás érdekeit nem sérti. Tehát ha például az úriember nem leinformálható vadászati vagy vendéglátási szempontból, ugye akkor az problémákat vethet föl. Tehát például ugye egy olyan vendégsereg érkezik ide ebbe a szálláshelyre, akik dorbézolnak, és az erdőbe károkat okoznak, az nyilvánvalóan az erdőgazdálkodónak probléma. A Szalajka ház az idők során formájában is változott, erre utal az 1936-os felirat is. Virágkorát a 60-as, 70-es években élte, igazán pezsgő volt akkor itt az élet. A kisvasút legforgalmasabb ága éppen a ház előtt haladt el, a kerületvezető erdész volt az állandó lakó, és nagyon sok erdei munkás is itt szállt meg hétfőtől szombatig. Csak hétvégére mentek le a hegyalján található településekre családjaikhoz. A kisvasút felszámolásával ez az életforma megszűnt. A házak elnéptelenedtek, a Szalajka ház most viszont megújul. Bérlője által újra élet szivárog a falak közé. Mai épület mustránk utolsó állomása a Károly barakk. Ez az összeomlás előtt álló épület is egy letűnt kort idéz. 1953-ban húzták föl faragott tölgy gerendákból az építmény falait, melyet félig istállónak, félig munkásszállónak használtak.
Akkoriban még a ló volt a legfontosabb erőforrás a hegyvidéki fakitermelésnél. Legutolsó lakói a ház mellett tevékenykedő szénégetők voltak. Kérdés, ha visszatérnek, mernek-e még itt lakni? Ez a négy épület hűen tükrözi a mátrai erdei épületek helyzetét. Egynek még tartogat valamit a jövő, a többi óhatatlanul pusztulásra van ítélve. Számuk így csak fogyhat, gyarapodásra nincs lehetőség. Március általában a tavasz hírnökeinek érkezésével telik. A hóolvadéktól lucskos kopasz erdőkben megszólalnak a madarak, és a fagy szorításától engedve sebes folyású hegyi patakok robaja tölti be a völgyeket. Az itt telelő rigók és cinegék mellé megérkezik a billegető és az erdei szalonka. A bükkösök odvas fáiban pedig a kék galambrak fészket, ott ő a tavasz küldötte. A növények közül a farkasboroszlán és a hóvirág az első, a fásszárúak közül a mogyoró, a füzek és a nyárak virágrügyei fakadnak ki először. Idén a januári jó időnek márciusban jött meg a böltje. Eltolódott a tavasz kezdete. Félő, hogy hirtelen köszönt be a nagy meleg, mondja az erdész szakember. A tavaszi erdősítési munkák sikere április és május időjárásán fog elsősorban múlni. Már februárban látható volt, hogy a vadállomány nehezen fogja átvészelni az idei telet. Ez a muflon egy a sok közül. A mátrafüredi erdészet szakemberei már mintegy 30 darab elhullott vadat találtak. Legtöbbjük muflon és őz, de akad szarvas és vaddisznó is. Ez már anyagiakban mérve is jelentős kár. A dolog egyetlen pozitívuma, hogy a védett ragadozók áttelelését ez segítette. A közönséges mogyoró a tölgyesek gyakori cserjefaja. Talán a legfeltűnőbb a márciusi erdőben, amikor az első enyhületre megnyúlnak a hímvirágait tartalmazó élénksárga barkái. Női virágait már jóval nehezebb megtalálni, ezek ugyanis a rügyekben rejtve vannak, csak a piros bibelókké. A virágpor annyira bőséges, hogy a tavaszi szelek kellő mennyiségben juttatnak ezekre az apró szervekre. Így általában nincs akadálya az őszi mogyorógyűjtésnek, bár az erdei állatok gyakran megelőznek bennünket. Kicsit szeles, kicsit sáros, de megérkezett. És ha kedves nézőink kedvet kaptak egy kis tavaszi túrára, ne sokat tétlenkedjenek, induljanak el. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket az áprilisi viszontlátásra.